Bizonyára sokan szerethetitek a lámákat. Én személy szerint azért, mert ha nem tetszik nekik valami, akkor arcon köpnek. Hé, te, nagyon begyűsz! Na jó, hagyjuk inkább. A mai nap folyamán a lámát mutatom be nektek. Olyan 10 érdekes tényt tudhattok meg, amit még én sem tudtam. De várj, ha én vágtam a videót, akkor hogy nem tudom? Na jó, ezen inkább ti gondolkozzatok, vágjunk is bele. Első tény. A lámák valójában passzív mobok, de ha megütjük, akkor értelemszerűen köpköd. És egy köpéssel fél szívet visz le. Köpköd a vámpi. Második. 4 különböző kinézetet adtak a lámáknak. Kaki barna, szürke kutyakaki, homokbarna és fehér kutyakaki. Hát ez nem így kellett volna mondanom, de kit érdekel, így volt a legegyszerűbb. Harmadik érdekesség. Erre lényegében nincs semmi magyarázat. A kutya fél a lámáktól. Nem tűnik egy komoly csatának igazából annyi, hogyha a két mob egymás közelébe megy, akkor a láma megrohamozza a kutyát és erőteljesen, merészen, vakmerően leköpi. Gratulálok, legjobb mobok a játékban. Negyedik tény. Ha azt hitted, hogy a láma nehezen megszelídíthető, hát tévedtél. Teljesen olyan, mint a ló. Viszont van egy hátránya, hogy nem kontrollálható, max kötél segítségével lehet mozgatni. Ötödik. Itt jön a negyedik folytatása. Miután egy lámát kísérsz, követni fogja a többi is, ami megint egy kicsit vicces. Néz ki. Ez meg valószínűleg azért van, ugyanis a lámák úgy vannak a játékban megtervezve, hogy együtt kell maradniuk, szóval ha vezeted az egyiket, jön a többi is. Hatodik. Jó, na ez biztos egyikőtök se tudta. Ezt a láma csoportot Cria Herdnek nevezik. Beírtam Google fordítóba és portugálul azt jelenti, hogy csordát hozni. Szóval még ezzel is magyarázható az előző tény, illetve ezek szerint lehet, hogy ez a való életben is így van, ha már a portugálok is így mondják. Hetedik érdekesség. Sosem tudtad, hogy miért nézhet ki másképp a láma? Most megtudhatod, hiszen ebben az érdekességben azt mutatom meg, hogy a különböző szőnyegek használatával, hogy lehet ilyen szép ez a mob. Csak egy szőnyegre van szükséged, és egy megszerítetett lámára, semmi más. Na jó, ez olyan volt, mint egy hirdetés. Itt van az összes lehetséges stílus. Nyolcadik tény. Bizonyára azt sem tudhatjátok sokan, hogy hol is találhatóak meg leggyakrabban ezek a mobok. Elárulom, hogy a legtöbbet az Extreme Hills Biome-ben láthatjuk, de nemrégiben a Minecraft Wikipedia oldalán szavannát is írtak, sőt még azt is megtudhatjuk, hogy a Savanna Biome-nél egy csoportban max 4, még az Extreme Hills Biome-ben akár 6 láma is tartózkodhat. Kilencedik. Tudtátok, hogy igazából mi szavaztuk meg azt, hogy legyen láma a játékban? Jeb anno az 1.10-es verzió előtt egy szavazást rakott ki Twitterre, miszerint azonnali szükség lenne egy probléma megoldásra, ami a mi segítségünkkel lenne megoldható. És a láma győzött 58%-kal. Yay! És a tizedik azaz az utolsó tény a videóban. Ezt az azaz cuccot mindig úgy mondom, mintha egy géppuska lennék. Egy szőnyeget kihagytam a hetedik tényből. Mi lenne más? Hát a bátor ellamító! Ha szürke szőnyeget raksz a lámára, akkor kap egy bandita maszkot, illetve egy ilyen szürke-vörös kombós öltözetet. Ez a legkirályabb szerintem. Ha fogunk még valaha túlélőzni, biztos keresek egy lámát és ilyet rakok rá. És akkor én leszek az elzsombító. Remélem tetszett ez a 10 érdekes tényes videó is. Kellemes nyári szünetet mindenkinek, zsombejfanok, nekem is most kezdődött el, hiszen túl vagyok minden olyan dolgon, ami fontos lett volna az évben. És ez mit jelent? Minden nap videó, illetve egyre hosszabb élőadások, hiszen lehet, hogy 90 000 feliratkozóra lesz egy 24 órás live, és most figyelj, ha elérnénk a nyári szünetben valami csodával határos módon a gyönyörű 100K-t, akkor 30 órás élőadás lenne. Nem lesz semmi. Szóval, ha azt szeretnéd, hogy ez megtörténjen és minél hamarabb, akkor csapj egy feliratkozást, illetve folytatás. Kép nyomja videóra egy lájkot, és kattolja csengőre, hogy kapj értesítést a holnapi videóról is. Valamint kövess be Instán, Zsombej HD néven megtalálsz, lehet ma is lesz fan story vagy kép. Viszont én most búcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb is, Zsombej fanok. Sziasztok!